jó kérdés. Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Ez egy nehéz kérdés. Válaszolj nyugodtan. Maraton, nem kérdés. Inkább nekem ezek a hosszabb távok jönnek be. Hármasugrásba indulnék szívesen, hisz edzésen mi is szoktunk szögdelni, és nagyon szeretek szögdelni. Kiskoromban gátfutó voltam, ezért valószínűleg azt választanám. A 110 méteres gátfutás. 10 próbába. Gyerekkorom óta mindig ilyen ügyes atléta voltam, és mindent csináltam. Nagyon szívesen ugranék távolt, mert szerintem a sebességem megvan hozzá, fogalmam sincs, mire lennék képes. Szerintem az a rúdugrás lenne, és az nagyon sok bátorságot kéne gyűjtenem, de nagyon érdekel a rúdugrás. Hármasugrásban indulnék természetesen, mert édesapám hármasugró volt, elég sikeres volt ebben a versenyszámban, és szerintem megvan hozzá az adottságaim. Talán távolugrásban, úgy érzem, az kisebb koromban jobban ment, talán még most is jól menne. 100 méteres síkfutásban nagyon szívesen átélném azt a sebességet, amivel a sprinterek célba érnek. Talán a magasugrás. Nagyon nehezen indult a magasugrás, amikor elkezdtem hét próbázni. Mostanában úgymond kezd összeállni, és amúgy élvezem is. Valószínűleg a távolugrást próbálnám ki. Atlétika versenyeken is nagyon szeretem nézni, szerintem nagyon izgalmas és látványos. Én gerelyhajtó versenyzőként kezdtem így mindenképpen abba. Hát a maratonfutás, mert a kedvenc atlétikai versenyszámom a távolugrás, azt tartom a legszebbnek. Közép-hosszú távfutó számokat kipróbálnám. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig tudnék elmenni a hosszú távfutókkal, mondjuk egy 10 000 méteren. Egyértelműen a diszkoszvetésben, 23 éves koromig párhuzamosan csináltam a két atlétikai számot, és a 2017-es londoni világbajnokságon egyébként indultam is diszkoszvetésben. Távolugrásba szívesen indulnék, szoktam néha a csapatbajnokságon indulni, jó verseny lehet élvezni. Hát akkor lehet, hogy egy távolugrást választanék, mert az is, ott is egy kicsit több időt töltök, talán a közönséggel is tudok kommunikálni, tapsot kérni. Szívem szerint a 10 próbát választanám. Kőkemény két napon keresztül tartó küzdelmet. Lehet, hogy a diszkoszt választanám, vagy a kalapácsot, mert néha itt technikával érzem, hogy meg tudnám csinálni, és a vállam is elég gyors hozzá. Csak a távol, az ami vonz.